95 ezer forint. Az nagyon kemény. Ezt elpróbálhatom? Elfutott. Most kapcsolt ki a kamerát. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai streamen. Nem live-olok veled. Nagyon fontos, elsőnek megnézzük a karácsonyi vásárt. Csávó beállt a sarokba. Te most nem jetsz ide. Becsövezünk egy csomó forradból, berugunk. Vettem egy iPhone-t, azóta az összes Android egy szal rájöttem. De szeretlek! Itt van a bicikli út. Miért mindenki ott megy, mikor ez üres? Amúgy ez jogos. Mert nincs is biciklis. Nincs biciklis. Mindenki ott megy, mint valami izé, analfabéta, NPC. Mert az összes NPC, bazd meg, mert mindegyik. Ki van jelölve az útjuk, ami járniuk kell, és ez a Jajaj, remélem, hogy itt van egy kesztyűárus, mert veszek egy kesztyűt. Most jó napot kívánunk. Szeretnék venni egyet, vásárolni. Mi az áruk? Ja, 3000 forint. Ja, jó, rendben. Köszönjük szépen, viszontlátás. Te mit csinálsz? Te videózol? Te nem. De te videóztad az új hölgyet? Mi a probléma? De te mit videózol? Rádiózok. Engem te videózol? Zsebrádiós vagyok, tetszik tudni, ez az én kis hobbim, és melyek is így szoktam venni a hangomat. De te engem videózol? Nem videóztalak. A hölgyet videóztam? Nem videóztam senki. Engedélyt kaptál erre valamikor? A hangodat, azt kitöröljem a felvételből? Ez hol lesz leadva? Sehol, magamnak gyűjtöm hangfelvételbe. De jó van, most menjél inkább akkor innen el. Nem lehet zsebrádiós. Itt ne videózzál, a hölgy megkért. Mondom, hogy nem videózok, zsebrádiós vagyok. A rádióz nem érdekel, leszarom. Jó, akkor jó, akkor megyek. Mi a helyzet, barackom? Hát sikerült letenni a cigit. Letetted a cigit? Itt van egy doboz cigit? Ez az e-heti. Ez az e-heti cigit. E-heti cigit. De esküszöm, halljak meg. Életedre esküszöm, de tetted a cigit. Életemre esküszöm, egy hónapra nem cigitek lassú. Ezt, aj, de tisztelet, W barát. Ó, természetesen. De viccen kívül fotós a szakmája. Igen. Esetleg egy telefonszámot elkérhetek? Ezért sem érte. Telefonszámot, persze. Egy profi fotózásra. Enyém át, hogy ott csörög. Igen, ez igazi szám. Fotós gyerek, azt írja be, vagy Fotós srác. Nem, hogy hívjuk. Aktfotós. Máté. Azt nem mondtuk. Hívjuk már be, még egy óra múlva, vagy fél óra múlva csörögjünk. Live végén felcsörögjöttem, live végén felhívom. Skybar. Menjünk már fel a Skybarba, baszki. Mi content lenne? De az drága? Intézzük fel magunkat. Ja, jó, nem értettem. Bele légy egy kutya szar. Skadi. Ti! Ez kár, és megállszom. Valahogy itt... Hát te viszont. Szerintem nem jó helyen vagyunk, szerintem nem... Ez a Heaven Club. Ja. Ez milyen? Mi a szar ez? Te heré. Intézem? Megpróbálom. Forralt bort nem is, a telefonszám ingyen van. Az a lényeg, hogy ilyen influencerek vagyunk, most írjadás vagyunk, megyünk végig itt a karácsonyforba, adjuk át hangulatot az embereknek, kipróbáljuk-e itt a forralt bortokat, megpustatjuk-e, megérzik-e, de a puncsokat. Nem forralt bort, puncsokat. Kettő puncsot kaptunk, nagyon szépen köszönjük még egyszer. Köszönjük szépen! Szép estét, illetve boldog ünnepeket! Puncsi. Nagyon jó. Elkérdettem a telefonszámot, feljöttek, egy jó kulcsot csinálunk este, nem? Tesó, megyünk a Skybarba, hisz szemben van. Magyar infó. Nem eszünk meg egy osztrigát poénból? Nincs pénzhez. Bitcoin, van. Bitcoint elfogadtok? Szerintem nem. Pedig az oskózó, most nagyon szakítottam. Most felmentem, hogy van 2000 dollár. Mennyi nyelvettek? 60. Felmehetünk mondjuk esetleg megnézni csak a teraszt? Persze. Akkor felmegyünk. Na menjünk fel. A lifttel a hatodik emeleten lesz. De milyen gyors volt ez a lift, hallod? Anyám. Na fenn vagyunk. Ennyire gyors liftet mi nem láttam sosem. Na nyíljon a szezám, tárulj. Szóljatok, ha van. Bá! A másik nyílt. Jó. Hát itt tisztuk majd akkor a forradborunkat fent. Chat. Nem néz ki szarul, srácok. Ez Tinderre megy. És egyet. Köszönjük szépen, további szép estét! Nem verem. Vannak benne. Na, csináld, na! Hello, guys! Már pocakosan? Cső, hogy vártok? Szevasztok! Kinyitjuk két okosnak. Hát ez nagyon jó! Ez jó!
Szevasz! Hát nem hiszem el! Kijöttünk jellemzi Pestre, azt megjelenik mindenki, minden vágod? Minden pedig megjelenik. Mi a helyzet? Jó, komoly a szett, komoly a szett. Szegély srác, mindig az óráját leutatjuk. Baszki! Van powerbankod? Nincs powerbankod. Intézik éde. De én most hazaugorjak, elmegyek powerbankért? Akkor azt megoldjuk gyorsan, addig streameljetek Pogival egyet, és jó. Fél óra múlva a karácsonyfánál találkozunk. Azok a drága kövekcset. Figyelj már, tetszenek ezek a kristályok. Nagyon. Ez hasonlít a szemedre amúgy. Ez nagyon szép. De mit akarok? Hogy mennyi egy ilyen? 1500 forint. Az az igazság, hogy én most jelenleg élő adásban vagyok. Itt 5000 embernek. Itt járjuk a karácsonyi vásárt, és azt próbáljuk, hogy mennyi dolgot tudunk úgymond elintézni, mennyi dolgot tudunk promóciója cserébe zsebre rakni, így belútolni, megkapni. Esetleg egy ilyen kis kavicsot, egy ilyen követ tudnál nekünk cserébe adni, egy kis promóciója, bepromózzuk itt a weboldalatokat, meg egy kis karácsonyi ajándékért, jó lélek szempontjával. Igen? Nekem ez a kék, ez nagyon tetszik. A chat nektek melyik tetszik? Nekem ez a kék. A hazacskót is kérek, köszönöm. Köszi szépen. Boldog karácsony. Ne fog merülni baszki a telefon, 7%-on vagyunk. Starbucks-ban szerinted adnak töltőt? Ugye megpróbálom intézni. Bocsi, ez a varázsért, szia, van telefon töltőtök? Feltudjátok arra rakni a telómat töltőt? Nincs. Köszi szépen azért, hogy nincs töltő. Chat, bemegyünk a Lakoszba, kérünk egy töltőt. Bolond Lakosz. Jó estét. Igen, fel tudod valahova tenni a telefon töltőre? Vagy van olyan lehetőség esetleg itt, mert le fogok merülni. És nekem fontos, mert élő adás vagyok jelenleg, és nem akarom, hogy leálljon. Itt 5000 ember néz éppen. Nem akarok itt kamerázni a boltba, hogyha nem lehet. Te ilyen nagy youtuber vagy? Nem, Twitch-en streamelek. Ide be tudom tenni töltőre. Igen, így. Köszi szépen. Szerintem, hogy jó eladó lenne, milyen a kis sugárzásom? Inkább vásárlós beütésed van. Vásárlós? Ezt te onnan látod? Nem tűnsz mosolygós. Nem vagyok mosolygós. Na, azért. Jó, figyelj, várj, ezt összehúzom, és aztán mehetünk. Menjünk KD-hez, nézzük meg, hogy ott van-e már a helyen. Remélem ott lesz, mert fel kell dugni egyből töltőre. 16%-ig tudtuk feltölteni a telefon 8-ról, túlélő üzemmódban vagyunk. Fényerő az nullán. Na itt vagyunk, tesó! Mit csináltatok? Meséljetek már! Figyelj, körbejártunk, elmentünk arra, intéztünk egy ilyet. Ezt neked ezt nekem? Ezt a barátnődnek add oda. Na mi a faszom ez? Nem, ez tényleg. Fasztyalókat? Nem, ez egy kristály. És ezt intéztem ingyen. Ez valami kristályos nőtől? Igen, ez egy kristály. Szerencsét hoz. Ki a kristályokba hisz-e? Köszönöm szépen! Friss bőrszagot érzek, chat. Hülye, ez női? Ez nagyon menő néz ki. Szia. Nem, marha bőr ugyanúgy. Ezeket felvehetjük, éppen dokumentumfilmet készítünk a vásárról. Az 4900. Ide figyelj, őszinte leszek veled. Rossz emberrel próbálsz alkudni, de... Anyámat el tudom adni, úgyhogy otthon van. Oké, és akkor most figyelj, jó? Na az van, hogy nem dokumentumfilmet csinálunk, hanem élő adás vagyunk Twitch-en jelenleg. A lényeg az, hogy megyünk végig most a karácsonyi falun, és innen én ezt nagyon szeretném, mert nekem nagyon kell egy ilyen. Viszont live-ban nekünk van egy ilyen szabály, csak is úgy intézünk dolgokat, hogy ingyen, így promóciója cserébe. Neked ér annyit, hogy most ide a cég, a márka 5000 potenciális vevőhöz néző, hogy eljusson. Korosztályunk 14-től egészen 35 éves korig terjed. Tegyük fel, már két ember lesz, neked már megérte. Most 5000 ember elé ott lesz a webshopod. Mit mondasz? Hát sajnos nem, mert ugye egy családi vállalkozás vagyunk, és ebből élünk. Nem nyitottak, akkor azért, nem azért, nyitottak, azért de megint, jó volt. Szerintem... Meg minden, csak tényleg... Emberfüggő. És egy ilyen hátizsákot, az mennyiért? Az 95 000 forint. Az nagyon kemény. Azt felpróbálhatom? Persze. Ilyennel járnék. Egy G. Ez amúgy nagyon menő, szerintem. Ez egy 95 000? Igen. Kurva jól áll. Jól áll, mondom. Meg ez többi kabátod, de ez mindennel megy, érted? Mert ez ilyen G-s. Elfutott. Most kapcsolt ki a kamerát. Visszajön nyugi. Ne idegesíts már fel magad. Szerinted bazeg elfut a 95 000 forintos táskát. Mai világban bármi előtt. Ne szórakozzál már. Jetszi. Bazd le nagyon. Megérdemli. Kurvára megérdemli ezt most. Mondd meg neki. Normális ember, aki nem én lennék, most nagyon benne tőle. Igen. Mint a szar. Miért csinálsz ilyet?
Szia, bocsi még egyszer. Ciao, szia. Szép estét. Miket árul? Hűzz a márca. Egy ilyen, egy tetszik, egy ilyen. Igen, volt hintalova gyerekkorában? Volt hintalova. Ezt kirakom a fára. De tetszik nekem. De viszont maga fog mindig eszembe jutni. Köszönjük. Ezt amúgy lehet, hogy el is ajándékozzuk, vagy nem? Köszönjük neked szépen. Én kirakom a fára. Én a fámra kell, igen. Oszta! Papám ilyen bejárt iskolába régen. Azt figyeljétek, srácok, hogy áll rajta. De szeretem Csabát. Csabával lehet így beszélni promóciós ügyben esetleg? Igen. Csaba mester. Vele tárgyaltunk? Én csak eladni segítek neki, merem sajnos nem mondom. Az az enyém lesz majd. Csak úgy azért mondom, hogy ezt... Hívjuk már fel a Csabát. Halló. Jó napot kívánok, Csabát keresem. Én vagyok. Itt vagyok a karácsonyi vásárban, a Kelemen Dávid a nevem. Láttam ezeket a termékeket, és nagyon, hát hogy mondjam, felkeltette a fantáziával az érdeklődésemet. Az a hátizsáka, ami 44 ezer forintba kerül, az a nagyon megtetszett. Na most beszéltem itt az eladóval, és mi úgy jöttünk ide az egyik barátommal, hogy van egy műsorunk nekünk élőadásban. Annyi lenne a lényeg igazából, hogy promócióért cserébe esetleg. Köszönjük, körbeálltak minket, csak mondanám. Lehet-e valamit megbeszélni veled, mivel azt mondta, hogy téged kereselek, hogyha van valami. Nagyon szeretik a nézőink ezeket a kézműves termékeket. Amúgy korrekt ár egy ilyen termékért, viszont nekem sajnos nincs annyi. Ez ilyen alkuképes, vagy valami fantázia van-e ebben így promócióért cserébe, hogy kirakjuk több százezer ember szeme elé ezeket a termékeket? Igen, jó van, amúgy megértem. És esetleg és anyagárba se? Ne haragudj, de most ez nem érdekel a lehetőséget. Rendben, nagyon köszönöm szépen az idejét. Viszont hallásra. Jól beszéltél amúgy, csak nem értette az internet világát, de jól beszéltél. Bocsi, kaphatok egy képet? Szia, sajnos lányokkal nem fotózkodunk, remélem megérte. Csaba! Kifizetem neked, te sohaskodunk. Várjál, Csabának nincsenek ez utolsó. Neked. Csaba. Van itt most 5000 katona, 5000 gyilkos, 5000 spártai! Álves emberek. Spárta itt van most a cseten. Mindenkinek kell egy nagyon komoly bőr, szíj, hogy otthon az asszony el tudják intézni. Ezt küldjétek el neki az e-mailét, megmondom. Kiklippeltétek? Ja, még a vége. Csaba, adjam egy társ. Köszönjük szépen. Hallod? Nem azért mondom, Pogi. Van 44 nyelv? Pogi, Pogit lehúzzuk. Mennyi van nálad, Pogi, de most komolyan? Kösz szépen, te amit be volt? Játszik egy képet, tudunk nyomni. Ciao, persze, gyere. Akartam nektek mondani, hogy amúgy én most ismertek meg olyan hónapja kb. Öcsém néz nagyon titeket, és pont most vagyok egy vállás közepette, és amúgy az első két hét nagyon szar volt, és amikor elkezdtem nézni a videótokat, akkor kezdtem így nagyon újra így lendületbe kerülni. Ez komoly? Igen, úgyhogy nagyon köszönöm nektek. Ez a cél, ennek túl... tök jó. Nagyon jó, amit csinál. W. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy továbbra is tudunk majd szórakoztatni, meg lekötni, hogyha valami van. Boldog karácsonyt akkor. Köszönjük szépen, boldog karácsony. Csoki. Jó éjszakát mindenkinek, holnap pedig délbe találkozunk. Nőt, a nőt hívjuk fel. Felhívjuk a nőt, ilyen. Hangosíts ki, bro. Mondjad, hogy aktfotókkal szeretnéd hívni jövő héten már, szerdán. Nem veszi fel. Muszikállak titeket, szeretlek. Csókollak titeket, szevasztok.